Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a helyszínen, meg a képernyő előtt, hogyha valaki éppen felvételről nézi a beszédet. Egy kérdés az elején. Szerintetek melyik volt, bár most már tudjátok, a legnépszerűbb könyv az utóbbi fél évben, amelyet a legtöbb ember vett meg? Na most ez a könyv volt, a Szürke 50 árnyalata. Ki az, aki... Ő a kisfiam, nehezen veszi szegénykém, hogy én most nem lehetek vele. De ki az, aki hallott a Szürke 50 árnyalatáról? Vagytok egy jó páran, igen. Most azt nem kérdezem meg, hogy ki olvasta tapintatból, mindjárt kiderül, hogy miért. Na most egy-két érdekes statisztika a könyvről. Rögtön az elején. Ez volt fél évig az amerikai bestseller listákon a number one. Ezt vették a legtöbben, fél éven át. Angliában ez lett a leggyorsabban fogyó felnőtt könyv. Hogyha a Harry Potter sorozat legsikeresebb könyvét nézzük, nem nyilván a teljes sorozatot, mert azzal nem lehet összehasonlítani semmi könyvet, de hogyha a legsikeresebb könyvet veszük, akkor azt ez a könyv megverte. Az Amazon online, tehát internetes könyvkereskedésen a legnépszerűbb könyv lett, minden idők legtöbbet eladott könyve lett, a Szürke 50 árnyalata. Most miért érdekes ez? Azért, mert ez a könyv gyakorlatilag pornó. Tehát manapság az a könyv, amit a legtöbb ember olvas, amit a legtöbb ember megvesz, az pornó. Ezért kell beszélnünk erről a könyvről, ezért kell beszélnünk erről a témáról, mert tömegeket kerít hatalmába a manapság a pornó. Mikor meghirdettük ezt a beszédet a Facebookon meg a honlapon, azután odajött hozzám valaki, és akkor kérdezte, hogy Viktor, érdekes ez a téma, mondom, ott jössz te is? Persze, ott leszek. De csak egy kérdés. Lesz a beszédethez illusztráló videó? Nem, de kis disznó. Természetesen az illető férfi volt, ugye? Minden férfi disznó, szoktuk mondani. És hogy bólogatnak a nők? Beúsztalak a csőbe. Most úsztalak be a csőbe, ugyanis. Ugyanis. Hogyha nő vagy, lehet, hogy dörzsölted a tenyered. Végre pornó a téma. Most valaki jól megmondja a férfiaknak. Milyen is meg lesz a videónak a videólinkje, azon nyomban fogom küldeni. Küldöm a kollégának, küldöm férnek, barátnak, nézzék meg. Kétszer, még ma. Valaki jó, megmondja végre a férfiaknak. Nos, óvatosan ezzel a tenyér dörzseléssel, kedves hölgyek. Ugyanis ennek a könyvnek pont ez az érdekessége, hogy a gúny neve a könyvnek az, hogy mami pornó. Tehát ezt a könyvet elsősorban nők olvassák, nem férfiak. A férfiakat nem érdekelik a betűk. Nekünk a tények kellenek. Ezt 30 év feletti nők veszik, több mint 50 millió példányba kelt már el. Tehát azért érdekes ez a könyv, mert ez egy olyan jelenséget mutat be a társadalomban, ami szerintem még viszonylag új, és nekünk is ezzel idézőben meg kell barátkoznunk, hogy már nem csak a férfiakat érdekli a pornó, már a nőket is. Az egész társadalmat áthatja már ez a jelenség. És egyre többen olvasnak. Érdekes, hogy ahogy az előbb mondtam, a férfiakat inkább vizuálisan kapja el. Ugye állóképek, mozgóképek. A nőknek viszont a fantáziájukat mozgatja meg. Tehát ez a könyv gyakorlatilag egyfajta romantikus keretben, romantikus történetben van ágyazva, vagy annak van álcázva, de aztán ott kiderül, hogy miről is szól igazán. Nos, következzen egy illusztráló, nem videó, egy kép, csak 18 év felettieknek. Nem, vicceltem, Panni. Tessék, itt az illusztráló kép. Olyan képek nem lesznek ma. Természetesen. Tehát. Így van. Tehát. Pár évvel ezelőtt egy dél-afrikai barátom nyaralt nálunk, és ismerkedett a magyar konyhával, és eléggé meg is lepődött. Ugyanis elkezdtünk enni, jó kis parasztvacsora volt, tepertő, szalonna, paradicsom, paprika, kenyér, nagyon élvezte, addig, amíg egyszer csak megragadta a zöld paprikát, és beleharapott, mintha egy barack lett volna. És akkor egy szavam elállt, most mi lesz? Ezt az ő szava is elállt. És annyira csípett, nem kapott levegőt, törölte a könnyeit, és akkor amikor meg tudott szólalni, csak annyit mondott, hogy Viktor, olyan ártatlan kis zöldségnek tűnt, és majd belehaltam. Mondom, Isten hozott Magyarországon. Igen, zöld, erős paprika. Őt meglepte. Náluk a chili az piros. Azt hitte, ez édes paprika lesz. És azért mondom el ezt a történetet, miközben van ugye ennek a pornóhoz. Azért mondom ezt a történetet, mert nagyon sok olyan terület van, és nem csak a mai témánk, az életben, amely ilyen. Valamire számítasz,
És kiderül, hogy egész más. Azt gondolod, hogy teljesen ártatlan ez a dolog, és kiderül, hogy életveszélyes. A sorozatom, mert ez annak az első része, a szürke zónákról fog szólni. Amik nem feketék, nem fehérek egyértelműen. Tehát nem mondod meg egyértelműen azt, hogy ez rossz, ez tiltott, ezt nem szabad tennem. És nem is egyértelműen fehér, hogy ez mindenképpen helyes és jó út, mindig ezen kell járni. A szürke zónák a kettő között vannak. Ezek határmesdjék. A bizonytalanság, a tapogatózásnak a szürke zónái. Tehát, egy picit világosabb legyek. Fekete zóna, de ölj! Ugye egyértelmű? Soha sem szabad elkövetni gyilkosságot. Tilos. Fehér zóna. Mindig szeretettel fordulj az embertársait felé. Ez pedig folyamatosan, mindig, rendszeresen lehet követnünk. Nos, a szürke ez nem ilyen. Lehet, hogy jó. Lehet, hogy rossz. Mit csináljak? 5 héten át 5 ilyen témát fogunk venni, ami szürke zónának számít, és igyekszek segíteni abban, hogy ebben tudjunk dönteni, mert ezeknél nehéz a döntés. Az első ilyen témánk, tehát a pornó, de 4 más ilyen téma lesz még. Több ezer éves idézettel folytatom, amely a szürke zónákról szól. A világ legbölcsebb emberének mondott Salamon király a Példabeszédek könyvében azt írja. Néha helyesnek lát az ember egy utat, de végül mégis a halálba visz. Szürke zóna. Helyesnek gondolom. Közben életveszélyes. Nem egyértelmű. Nem látom tisztán. Mit kell itt tennem? Nagyon érdekes, hogy ezekkel foglalkoznunk kell. Az angol fordítás azt mondja, hogy ezt nem tudod megkerülni. There is a path before each person that seems right, but it ends in death. Azt mondja az aláhúzott rész, hogy minden egyes ember előtt van egy olyan út az életben, ami helyesnek tűnik, de a halálba visz. Tehát nem tudod megkerülni, én sem tudom megkerülni, és lehet, hogy többször kerülök olyan döntéshelyzetbe, hogy helyesnek tűnik, de életveszélyes. Ezért fontos foglalkoznunk a szürke zónákkal. Tönkre teheti az életünket, ha nem döntünk helyesen, ha nem ismerjük fel, hogy fekete vagy fehér, helyese vagy helytelen, jó-e vagy rossz. Azt mondja a Message fordítás, nagyon szeretem, lefordítottam ezt a részt. Az életben van olyan út, amely első látásra meglehetősen ártalmatlannak tűnik. De ha közelebbről szemügyre vesszük, látjuk, hogy egyenesen a halálba vezet. Persze az emberek ezen az úton látszólag jól szórakoznak, de a jó kedvüket szenvedés követi. Ezért fogunk beszélni a szürke zónákról 5 héten át. Most nézzük meg a mai témánkat. Nagyon érdekes, hogyha körülnézel a világba, hogy változik a hozzáállás a pornó felé. Tehát régen egyértelmű volt, hogy pornóval nem foglalkozunk. Pornót nem nézünk, pornóra nem figyelünk, pornóról nem beszélünk. Szégyenteli volt. Nem akartunk erről beszélni, nem akartunk ezt megosztani másokkal, zavarba jöttünk. És akár tetszik, akár nem, ennek a világnak vége. Csak nézzünk körül. Ebbe az irányba haladunk. Ez a trend. Az emberek már nem szégyellik. Mindenhol ott van. Tehát bemész kenyeret venni a Tesco-ba és az újságosnál, akarsz venni egy napilapot, véletlenül oda nyúlhatsz a szexlapokhoz. Volt, hogy szólnom kellett az újságokért felelős menedzsernek, hogy azonnal helyezzék a lapokat föntre, hogy a gyerekek ne lássák, és ne tudják elérni. Mert gyerekmagasságba hagyták az újságokat. Bemész egy autószerelőhöz. Én többször összefutottam ezzel, leültem várni a téligumira, és közben ott volt a szexlap az asztalon. Az unatkozó ügyfeleknek nézegetni. Ugyanez volt egy másik márkaszalomba. Ott ugyanez. Mindenhol ott van. Hogyha megnézzük az internetet, a hírportálokon már van 18 pluszos rovat. Legutóbb ellenőriztem, politikai hír, alatta rögtön egy pornóhír. A pornósztárok azok sztárok. Azok sztárok. Tehát ez nem szégyelni való foglalkozás manapság, celebritik lettek. Tehát az emberek felnéznek akár rájuk, figyelnek rájuk, követik őket. Amerikában erre már felfigyeltek, és statisztikák is készülnek, itthon is, Európában is. Tehát azt mondják, hogy 12%-a a honlapoknak gyakorlatilag felnőtt tartalommal van megtöltve. Ez 24 millió honlapot jelent. Minden másodpercben 3000 ember néz pornót. Tehát amíg ezt felsorolom, ezt a statisztikát, az alatt, bocsánat, 3000 dollárt költenek pornográfiára, és 28258 internet használó néz pornót minden másodpercben. Tehát mi alatt felolvastam ezt a statisztikát, 100 000 ember már pornót nézett. Tehát mióta beszélek, már lehet, hogy 1 millióan néztek pornót. Tehát ennyire elterjedt.
Egy másik felmérés szerint egy negyede a munkavállalóknak munkaidőben néz pornót. Tehát nem akarom tovább fokozni, a lényeg az, hogy mindenütt ott van, az egész kultúrát áthatja, az emberek tömegeit elkapja, magával ragadja, ezért foglalkoznunk kell vele. Ezért az egyháznak beszélni kell róla. Beszélni kell a veszélyéről, beszélni kell arról, hogy tisztán lássuk, hogy ez tényleg milyen ez a zóna. Nos, érdekes, hogy Amerikában, ahogy mondtam, ezzel már sokkal inkább tisztában vannak, mint itthon. Van egy keresztény mozgalom, aminek az a neve, hogy XXX Church. Az XXX az gyakorlatilag a szexet szimbolizálja az USA-ban, de 18 pluszos tartalmakat. És itt van az egyik kampányuk, egy ilyen óriás plakát kampány, amivel gyakorlatilag arra hívták fel a figyelmet, hogy ha Valentin napra meg akarod lepni a kedvesedet, akkor hagyd abba a pornónézést. Ők vezették be a National Porn Sunday-t, ami nem arról volt szó, hogy akkor az egész nemzet vasárnap pornót néz, hanem arról volt szó gyakorlatilag, hogy a templomok, a gyülekezetek, a lelkipásztorok mind ezt a témát fogják napirendre tűzni. És erről beszélnek őszintén és bátran. És már százával, ezrével csatlakoznak gyülekezetek és templomok ez a mozgalomhoz. Ekkora veszélyt látnak már az USA-ban emögött. És szerintem mi sem vagyunk lemaradva ezen a téren. Most érdekes a pornóval kapcsolatban az, hogyha elkezdél beszélgetni valakivel pornóról, hitetlennel, nem keresztényel többnyire, tehát mondjuk a kollégákkal, amit én is így tapasztalok, nagyon sokszor, hogy keresztényként én oda teszem a pornót föntre, a fekete zónába, tiltott, rossz, ők meg a fehérbe. Senkinek sem árt. Most mi a baj azzal, hogy megnézem? Semmi. És ezt a média támogatja. Tehát ahogy mondtam, pornósztárok, celebritik, pszichológusok már kifejezetten javasolják, mert feldobja a házasságot, frissíti, inspirálja a szexuális életet. Tehát elsősorban ideg tendál az egész pornó ipar és életstílus. Na most, amiről meg vagyok győződve, hogy amikor te ezt nyilvánosan konfrontálod ezt a témát, akkor mindenki fehérbe helyezi. Tehát a világról beszélek most természetesen. Tehát nem keresztényekről. És amikor te ezt konfrontálod, akkor azt mondják, hogy te maradi vagy, hogy te nem vagy trendi, te nem vagy tisztában a mai világgal, és gyakorlatilag lenéznek. És abszolút nem releváns, hogy te mit mondasz. Viszont, hogyha négy szem közt kezdesz el beszélni a témáról, mint férfi a férfival, egy idő után átkerül náluk a szürke zónába, és beismerik, hogy no jó, lehet, hogy valami baj van vele. Lehet, hogy nem teljesen tiszta ez a terület. Lehet, hogy nem teljesen fehér. De a társadalmi nyomásra a fehérbe helyezi nyilvánosság előtt, de négy szem közt már átmegy a szürkébe. És érzi azt, hogy valami nem biztos, hogy rendben van. Sőt, lehet, hogy nő létére bevallja azt, hogy igazából engem zavar, hogy a férjem nézi. Ezért is kell foglalkoznunk vele, mert szerintem egyre többen érzik, hogy ez szürke zóna, és valami baj van vele. Tehát mi a baj vele? Én úgy gondolom, az a baj vele, hogy mindenki ártatlanak tartja, és mindenki azt gondolja, hogy nincs baj vele. Ahogy mondtam. Vagy lehet, hogy te is most azt gondolod, hogy nem érdekes ez a téma, mert engem már nem érint, vagy még nem érint, vagy egyáltalán. Hála Istennek, nekem ez nem kísértés. Három ok miatt szeretném, hogy figyeljél. És három ok miatt szeretném felhívni mindenkinek az érdeklődését, a helyes érdeklődését a téma iránt. Az egyik. Lehet, hogy most még nem érint. Lehet, hogy most még nem kísért meg. De lehet, hogy eljön egy olyan időszak az életedben, amikor mélypontra kerülsz, és véletlenül ráklikkelsz. Mert valami menekülésre vágysz a valóság elől. Vagy valami vigaszra, vagy valami kikapcsolódásra, valami szórakozásra, és elkap. A másikok. Lehet, hogy neked nincs vele problémád. De a környezetedben nagy valószínűséggel valakinek van. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az egy negyed az embereket érdekli, hogyha ekkora száma van a honlapoknak, hogyha ennyire a köztudatban benne van, biztos vagyok benne, hogy a környezetedben valaki van, aki ez nagyon mélyen érint. Esetleg pornófüggő. És hogyha oda kerülsz, hogy beszélgetsz vele, akkor tudnod kell azt, hogy mit mondasz neki. Akkor nem elégen közhelyekkel mondani, hogy hát ez csúnya dolog, meg hát ez nem tesz jót. Ez nem lesz elég. Akkor tudnod kell konkrétan, hogy milyen veszélyek vannak, mivel kell szembenézni. És ezzel a beszéddel szeretnék nektek egy eszközt adni a kezetekbe, hogy ilyenkor tudjatok érvelni. Ti is tisztában legyetek. És segítség legyetek, világosság legyetek a sötétségbe.
Ugye ez a küldetésünk, a feladatunk. A másik, a harmadik. Lehet, hogy most még nem érdekel a téma, de fog, ha szülő vagy. Tehát a gyerekeid ott vannak, ki vannak téve a pornónak. Döbbenetes statisztikákat fogok mondani a gyerekekről. De mielőtt ebbe belemegyünk, nézzük az öt veszélyét a pornónak. Az első veszély, hogy mondtam, függőséget okoz, elnézést, a számítógépek nincsenek szinkronban. Tehát függőséget okoz a pornó. A kutatások azt bizonyítják, hogy ugyanolyan függőséget okoz, mint a kemény drog. Ugyanúgy működik, ugyanúgy egy ideg pályát használsz, amikor pornót nézel, vagy drogozol. Tehát ugyanúgy a szervezet rááll egy bizonyos útra, hogy én ezt szoktam használni, amikor kikapcsolódásra vágyok, amikor el akarok menekülni a valóság elől, és nekem most kell ez a kábítószer. És egyre többet használod ezt, annál jobban ki lesz taposva az idegpálya, és a szervezeted, a gondolkodásmódod, a tetteid, ez kondicionálva lesznek, és egyre inkább megszokod, hogy te azt választottad. És így egyre inkább függő leszel. És úgy, mint a kábítószer, a softtal kezdődik, és a hard felé tart. Tehát ne áltassuk magunkat, hogy mindig elég lesz majd a címlap cici. Már elnézést, hogy ilyet mondok prédikáció közben. De ott vannak a címlapon. Na, megnézem. 6. És egy idő után már nem 6, akkor egy kicsit durvább kell. Erősebb drog kell. És mész az egyre extrémebb felé. Csavar befelé, egy spirál visz lefelé. Függőséget okoz. Azt mondja Pál, a függőségről a legjobb idézet, amit találtam a Bibliában, Római 7.18. Készen vagyok ugyan akarni a jót, de arra, hogy tegyem is, nem vagyok képes. Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó függőség. Modern szóval. A Biblia természetesen azt mondja, hogy bűn. Ma már azt mondjuk, hogy függőség. A függőség teszi helyetted. Már nem te parancsolsz a saját életednek. Már valami más mozgat téged. Már kívülről, te gyakorlatilag már egy bábú vagy, amit így mozgatnak. Így mozgat a függőség, a bűn benned. Mi a következő 4 veszélye a pornónak? A következő torz szexuális elvárások. Naivitás azt gondolni, hogy nem fog kihatni ez a szexuális életedre. Abszolút mértékben kihat. 100 garantált, hogy ki fog hatni. Tehát, hogyha téged az felturbóz, akkor azt a valóságban is utána valahogy meg akarod kaparintani. Tehát a legnagyobb hazugság az, amikor csak úgy ránézek egy olyan képre, és azt mondod, hogy egyébként ez engem érzelmileg úgy hidegen hagy, és nem. Dehogy nem. Kívánja az ember azt a szituációt, azt az illetőt. Nem lehet úgy ránézni, hogy nem kívánod. Hazugság. Az átlag életkora az internetezőknek, akik pornóval találkoznak, az 11 év. És valószínűleg még alacsonyabban van azáltal, hogy mindenkinek már számítógép meg internet van otthon. De amikor ezt a statisztikát végezték, nem tudom most az évszámot, 11 éves korban átlagban az emberek már találkoznak pornóval. Emberek, gyerekek. Véletlenül, tehát nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy milyen kis mocskos erkőstelen gyerekem van. Véletlenül hirdetések bukkanak fel. Hányszor találkoztál pornóval, beütöttél valamit a keresőbe, és akkor a képek között egyszer csak bum, és ott volt. Olykor mindig rászoktam klikkelni, hogy fel lehet hívni ugye a Google figyelmét, hogy itt olyan tartalom jelent meg, amit nem megengedett. De véletlenül. A statisztikák azt mondják, hogy a legtöbben így kezdik el, véletlenül. Ráklikkelnek. Na most, mi az átlag életkora az első szexuális tapasztalatnak? Az pedig azt mondják 16 év. Az átlag életkor, oké? Okay? Tehát a 11 és a 16 között nézzük meg a körkülönbséget, 5 év. Az azt jelenti, hogy mire például egy kis srác egy húsvér nőhöz jut végre. 5 év eltelik. Tehát 5 éven át lehet, hogy ki van téve a pornónak. Most 5 év alatt már simán lehetsz függő. Most képzeld el, egy tinédzser gyerek, 16 éves, pornófüggéként megkap egy lányt. Lennél annak a lánynak az édesapja? Hát egy pornófüggő gyerek viszi el a lányomat. Nagyon veszélyes és torzítja a szexuális elvárásokat. Felnőtteknél úgy szintén? Csak idő kérdése. Hati fog rád. A másik, hogy ha nincs szexuális felvilágosítás, a pornó teszi meg. És azt gondoljuk, hogy az extrém az a normális. Mert nem tudja, hogy mi a normális. Ő ezt látja. Tehát nagyon fontos tisztában lennünk ezzel, hogy torzítja a szexuális elvárásokat. Torzítja
pontosabban hamis szépségideált ad. Hadd mondjak egy történetet egy réglátott barátomról, akihez elmentem, és megérkezem, ah, hello, szia, szevasz, te régláttalak, milyen klassz, hogy itt vagy, köszi. Iszol valamit? Hát persze, hideg van, te, persze, csinálok egy teát. Nagyszerű. Addig ülj le itt. Ja, jó, köszi. Elmegy teáért. Ja, visszanéz az ajtóból. Ja, egyébként meg olvas valamit. Leülök az asztalhoz, kávézó asztal a nappaliban, dohányzó asztal. Akkor látom. Ilyen stóc playboy. És akkor fölül a legfrissebb példány, és akkor hogy végig a régiek. Tehát rendszeresen vette, vagy előfizető. Na most, ami sokkolt, az az volt, hogy ez a barátom, ez egy templomba járó, istenhívő ember volt. És ott volt kint a nappaliban neki a stóc playboy. A másik, ami sokkolt, hogy családapa volt. Neki felesége volt. Gyerekei. És ott volt kint a playboy. De ami a leginkább sokkolt, az az, hogy a felesége gyereket várt. Tehát a feleségének ekkora pacakja volt. És a férj playboyt nézeget a nappaliban. Tehát szerinted... Ugye manapság szoktuk ezt mondani. Szerinted? Tehát nem bántja a feleségét? Nem zavarja? Hogy a fenében ne? Amikor ekkora pocakja van, amikor torzul az alakja, amikor nehéz, amikor izzad, amikor legjobb esetben is tényleg egy ilyen bébi bánának érzi magát, ugye a felesége most harmadszor terhes, tudom, hogy mi mennek át a nők, és mennyire kínlódnak ebbe az állapotba, és akkor a férje meg tökéletes, mesztelen csajokat nézeget. Tehát ez hogy sérti a feleségét? Hogy torzítja a férjnek a szépség ideáját? Tehát amikor nem itt gömbölyödik a feleségem, hanem itt gömbölyödik. Hát persze, hogy hat rád. Hát nem lehetünk olyan naivak, hogy nem hat. Brutálisan hat. És akkor photoshopolt az a nő, plasztikázott az a műnő. Hogy fogod a feleségedet csinosnak tartani? Hogy fogod szexinek tartani? Hogy fogod kívánni? Hogyha ilyen képekkel bombázod magad vizuálisan, főleg a férfiak, ugye? Ránk vizuálisan hat ez a dolog. Vagy mondtam, a nőknél inkább a fantáziájukat mozgatja meg. Fogok még többet beszélni arról is. Na most érdekes, hogy a hamis szépség ideál, mint kiderült, nem csak a nőkre hat, hanem a férfiakra is. Tehát nagyon vicces, hogy elvileg minket is zavar az, hogy nagyon sok tökéletes alakú férfi villog, bármilyen magazinban már kinyitod, alsónadrág, és akkor kocka has. Na most nincs kocka hasunk, legalábbis nektek nincs. De nekem van. Tehát ti zavarba éreztetitek magatokat, engem zavar. Na most a viccet félretéve, az angolok ugye humorukról híresek, kitalálták azt, hogy noha ennyire zavarja a férfiakat is már a tökéletes modellek látványa, akkor nézzük már meg azt, hogy milyenekesek ezek az átlagpasik, és hogy mutatnának az átlagpasik egy ilyen fehér nemű reklámban. Amiben kockahas, meg kigyúrt, meg David Beckham, és beküldtek egy páran képeket magukról. Nekem nagyon tetsz. De tessék, átlag férfi, itt az átlag férfi ideál. Tehát nem az az ideál, tehát nem az lesz a férjed, lehet, hogy az lesz a férjed, lehet, hogy így néz ki a férjed, dicsőség az Úrnak. Hogy a Panni mondhatná, dicsőség az Úrnak. De lehet, hogy így néz ki. És ez a csinos, hölgyek, ez a szexi, ezt kell szeretni. A következőképpen több ilyen férfi van, mindegyik ilyen szupersztár sportmodellnek a bevált pózában áll be, de átlag férfiak alsónadrágba, bocsánat az alsónadrágokért, ez a 18 pluszos része a beszédnek, de szerintem nagyon vicces. Tessék, hölgyek, ezek a pasik, ezek a bomba pasik, ezek vagyunk mi. Tehát ezt kell szeretni, ez van. Ez van, ezt kell szeretni. Jó esetben. Tehát ennél még lehet rosszabb? Így van. Tehát bizony torzítja a szépség ideált. Mielőtt rátérnék a kapcsolatgyilkosra. Emlékszünk erre a macsó mondásra, hogy hűséget fogadtam, nem vakságot. De én nagyon mérges vagyok, amikor ezt hallom. Nagyon. Tehát barátom, ott kezdődik. Ne próbáljuk ma azt hazudni magunknak, hogy ez nem hat ránk, hogy a szívünkben nincs ott, a kutyafáját, hogy ne lenne ott. Amikor megnézed azt a nőt, de kívánod azt a nőt. De. Azt mondják, hogy az esztétikai élmény és a nemi vágy között mi a különbség. Tehát ez azt értem, hogy ránézek egy nőre, és azt mondom, hogy csinos.
egy esztétikai élmény, igaz? Tehát azt mondja, hogy szép, de jó, jó az alakja, és oké, csinosan felöltözve, kész. És amikor már megkívánod, mi a különbség? 3 másodperc. Ezt mondják. Szerintem érdekes, és szerintem van benne valami. Tehát amikor, mert tudom én is magamról, megnézek valakit, és csinos, de klassz, és akkor ott ragad a szemem. Hoppá, hoppá. 6. Ezért mondja Jézus azt, a Máté 5.28-ba, aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörés követett el. Ott kezdődik, minden ott kezdődik. A lopás ott kezdődik, nem? Amikor megkívánod azt az iPhone-t, azt az autót. A házasságtörés ugyanígy kezdődik, amikor megkívánod azt a részletet. Következő kapcsolat, gyilkos. Egy rockstárt kérdeztek meg, interjúvoltak meg erről a témáról, híresen pornófüggő volt, és ő már nyíltan vállalta azt, hogy a nagy coming out, azt mondja, hogy őt annyira érdekli a pornó, hogy őt már nem érdeklik az igazi nők. Őt már nem érdeklik. Tehát nem lehet kielégíteni már azt a pasit. Nem lehet versenyezni már azzal a műtökéletességgel, azzal a változatossággal, azzal a extrémitással. Tönkrevágja a kapcsolatot. Idő kérdése. Előbb vagy utóbb. Van egy gyenge pillanatod, és bum! És eltört a gát, és ömlik a víz. Tehát rajtad múlik az, hogy belül, tehát az integritásod. Tehát nem akkor derül ki, hogy te mennyire vagy kemény férfi, vagy jellemes, vagy micsoda integritásod van, amikor minden oké. Okay. Akkor persze mindenkinek könnyű. De amikor baj van, és akkor jön egy kísértés, na akkor megállod-e a helyedet. És hogyha belül rohadsz, mert a pornó az rohaszt, akkor jön egy nyomás, és bám, összetörsz alatta. Mert nem sziklán állsz. Mert belül ásod ki magadba az alapokat. A pornó az izolálja az embert, meg a testét. Tehát érdekel téged, hogy az a nő mivel foglalkozik. Hogy mi a hobbija. Hogy mit szeret, hogy mit nem szeret. Nem érdekel, a teste érdekel csak. Abszolút izolálja. Tehát amikor már ilyen függő az ember, akkor már azt se érdekli, hogy a feleségének van-e kedve, vagy nincs-e kedve. Hogy fáradt-e, vagy stresszese, vagy éhese, vagy mi a baja. Csak az érdekel, hogy a te igényeid, a te szükségleted, a te jogod. És már nem a szeretetről szól, nem két személynek a kapcsolatáról szól, hanem teljesen függetlené vált. Kapcsolatgyilkos. És az utolsó veszélye, az pedig az, hogy piszkos pénz, vagy mocskos pénz, így is hívhatnánk. Tehát minden egyes klikkel, ami egy pornó honlapra történik, te támogatod a pornó bizniszt. Még hogyha nem is fizetsz elő rá, de a hirdetők azért hirdetnek ott, mert minél többen klikkelnek rá. Ezért, hogyha én ráklikkelek, akkor a hirdető jogosnak érzi a befektetését, hogy igenis érdeklődnek. Nézik az emberek ezt a honlapot, észreveszik az én hirdetésemet. És akkor még több pénzt nyomnak a pornóiparba, azért, mert én klikkeltem. Nincs olyan, hogy ingyen pornó, nincs olyan, hogy nem támogatod ezt a bizniszt, támogatod. És mit támogatunk még? Ezzel támogatunk szexrabszolgaságot például. Tehát, hogy belástam magam a témába, úgy láttam egyre inkább, hogy azok, akik benne vannak ebbe a bizniszbe, az úgynevezett pornósztárok nem mindig jó kedvükből vannak benne. Nem azért, mert túl teng bennük az a vágy, meg az a szenvedély, hanem mert rá vannak kényszerítve. Tehát van olyan, hogy szexrabszolgaság. És ezzel támogatjuk, amikor ráklikkelünk. Az 5 nagy veszélye után nézzük meg azt, hogy hogyan győzzük le a pornó függőséget. Először is. Ne játssz a tűzzel! Ne játssz a tűzzel, mert megéget! Tehát ezért mondja Jézus azt, hogy igen, már amikor ránézel, már akkor vigyáznod kell. Nekünk már ott kell fegyelmezni magunkat, amikor még csak a szemünkről van szó. Már vizuális szinten nekünk kontroll alatt kell tartanunk, nem nekünk, ugye nekünk hívőknek, a Szentlélek, a Szent Szellem segítségével. Kontroll alatt kell tartani magunkat. Már a vizuális szinten. Nők, nektek pedig a képzelet szintjén kell már beállítani azokat a kapukat, amik be vannak zárva, és azt mondod, hogy innen tovább nem megyek. Tehát elolvasunk egy romantikus, múltkor házassági évfordulóra venni akartam egy jó kis regényt a feleségemnek.
Tudtam, hogy azt szeretett volna. Bemegyek a könyvesboltba, és oda megyek a női regényekhez. És akkor elveszem az elsőt, és akkor nézem, hogy ez gyakorlatilag szinte pornó. És ott van kint az egyik ismert könyvesboltban. Nézem a következőt, az is, nézem a következőt, az is, nézem a következőt, az is. Tehát az öt szürke 50 árnyalata nem az egyetlen, csak túl van hype-olva az egész. Valahogy ez durran nagyot. De itt már egy óriási nagy ipar van mögötte. És a romantikus könyvek azok egyre inkább gyakorlatilag pornókönyvek. Csak a romantikus könyvnek van átszázva. Tehát azért az elején megfogják egymás kezét, attól még nem romantikus könyv, és akkor utána hogyan fejeződik be? Hogyan folytatódik? Tehát nagyon sok ilyen könyv van már jelen. Tehát nőknek, nektek meg ezt tanácsolom, hogy állítsátok le a fantáziátokat. Állítsátok le azokat a könyveket, amelyek már átlépik azt a határt. Mert a képzeleted szintjén te házasságtörést követsz el. Te ugyanúgy kívánod azt a szituációt. Te ugyanúgy esetleg azzal a férfival fantáziálgatsz. Mint a férfiak. Tehát mindkét nemet érinti, és mindkét nemnek nagyon korán el kell kezdeni a kontrollt megszabni. Következő. Hogyan védekezzünk még? Légy őszinte. Ugye csak is az igazat, a színtiszta igazat mondom. Ez azt szimbolizálja ezt a kép. Tehát te nézel ilyen honlapokat? Nézel ilyen filmeket? Ilyen képeket? Olvasol ilyen könyveket? Tehát légy őszinte. Tehát nem tudsz megszabadulni ettől, ha nem vagy őszinte. Hát menj haza és mondd a feleségednek, hogy beszélnünk kell. Vagy mondd a férjednek azt, hogy valamit szeretnék neked elmondani. Ki kell jönni a sötétségből? Ugye a vámpírok a sötétségben élnek, ott virulnak, ott erősek. Amikor az első hajnali napsugár megjelenik, akkor gyengülnek, meg a fokhagyma. A világosságot nem szereti a sötétség. A sötétség erői a világosságban elporladnak. Ki kell hozni a világosságra problémákat? Őszintén el kell mondani. Be kell látni magadnak is, hogy ez probléma. Ez nagyon nehéz, mert alázat kell hozzá. Mert be kell ismerned azt, hogy nem vagyok tökéletes. Hogy hibáztam. Hogy igen, gyenge voltam. De tudod mit? Én sokkal jobban tisztelek téged, hogyha megteszed ezt a lépést, mint hogyha abban a sötétségben vagy tovább, és képmutatót játszol. Mert bátor vagy. Mert alázatos vagy. Mert elismered, és felnéznek rád az emberek. Nagyon meghatott, amikor, ahogy kutattam az internetet, és olvastam egy amerikai lelkipásztorról. Ez az amerikai lelkipásztor családos ember, és pornófüggő volt. Prédikált vasárnapról vasárnapra prédikált, és pornófüggő volt. Tehát csak, hogy valamit tisztázunk, én nem vagyok az. És Isten belenyúlt az életébe. És tudjátok, mit tett? Ki jött őszintén, azt mondta, hogy újra akarom kezdeni. Őszintén beismerte a feleségének. Képzeld azt a beszélgetést. Hú, de nem lennék a helyébe. És utána mit csinált? És szerintem a legnagyobb vagányság, a legnagyobb hős kiállt a gyülekezet elé és beismerte. És bocsánatot kért. És szerinted hogy reagált a gyülekezet? Hogy reagált Isten népe? Kirúgták? Megköbdösték? Egy fenét mellé álltak. És támogatták. És valószínű, hogy sokkal erősebb lett a vezetői pozíciójában, mint valaha volt. Tudtak vele azonosulni, mert mindannyian bűnösök vagyunk. Tehát lehet, hogy én nem a pornó szintjén, de más szinten. Mindannyian gyengék vagyunk, és azt tud összekötni minket, amikor látjuk a másiknak a gyöngeségét. Mi nem azért állunk itt kint, mert nekünk tökéletes az életünk, mert én tökéletes vagyok, hanem mert kapunk egy talentumot a tanításra, az igazságra, hogy tudunk utat mutatni, de nem féltetlenül vagyok én mindig azon az úton, mert ugyanúgy küszködök és szenvedek és harcolok, mint te. És ebbe volt őszintesség, és beismerte. Az őszinteségnek semmi hatása nem lesz, hogyha nem történik meg a következő lépés. Hiába vagy őszinte Isten előtt és önmagad előtt, ha nem leszel őszinte, hogy te egy másik emberrel, és nem kéred a segítségét. A második lépés ahhoz, hogy kigyógyulj ebből, kéred a másik ember segítségét. Húzzál ki engem ebből a sötét gödörből. Azért vagy benne, mert egyedül még nem tudtál kijönni belőle. Ezért kell valakinek a segítségét kérned. Menj oda valakihez, akiben megbízol. Akivel közeli kapcsolatban vagy. Akire felnézel. Aki Isten embere,
a számodra, és tudod, hogy tud segíteni, hogy nem fog gúnyolni téged, nem fog megvetni, nem fog lenézni, hanem empátiával lesz irántad, hanem azt a hőst fogja benned látni, amit az előbb mondtam, hogy volt benned alázat, volt benned bátorság. És azt mondod, hogy segíts. Más témák is, nem csak a pornó. Lehet drog, lehet alkohol, lehet cigaretta, bármi, aminél érzed, hogy te már csak egy ilyen bábú vagy. És más a te mestered, aki téged fölülről mozgat. És érzed, hogy a függőség irányít. Kérj segítséget mástól. Ezért vannak házi csoportok, ezért van az, hogy mi hetente összejövünk, hogy hétről hétre vannak emberek, akivel te beszélgetsz, őszinte, közeli kapcsolatba kerülsz, és ezekből barátságok erősödnek meg. Ha csak havonta mész el egy házi csoportba, nem lesz belőle barátság. Nem lesznek belőle közeli kapcsolatok. Minden héten ott kell lenni. Nekünk továbbra is cél az, hogy ez a közösség, ez 100%-ban házi csoport tag legyen. Mert látjuk az értékét, látjuk, hogy mennyire fontos. Hogyha bajba vagy, a házi csoport az egy olyan közösség, ahol hétről hétre összejössz, és tudod, hogy ezekbe a srácokba, hölgyekbe megbízhatok. És nem kell neked az egész csoportnak kitárulkoznod. Bár emlékszem, még Londonban egyszer elmentem egy Hillsongos házi csoportba, többször is. És utána egy idő után külön váltunk, külön a lányok, külön a fiúk. És az egyik srác egyszerűen leesett az állam, azzal kezdte, hogy gyerekek, nekem baj van. Nekem nagy baj van a szexuális szenvedélyemmel. Engem úgy elkapott a... És mindenki tudta, miről van szó. És támogattuk, és bátorítottuk. Ezért van a házi csoport. Ezért kell járnunk és támogatnunk egymást. Következő. Kér technikai segítséget. Az interneten látom, hogy vannak már programok, amik blokkolják a pornó tartalmakat. Van egy magyar honlap, amit úgy hívnak, hogy pornofüggőkeresztények.hu. Tehát van ilyen. Megint egy őszinte srác, aki beismerte a gyengeségét, és megszabadult Isten segítségével ettől a függőségtől. És látta azt, hogy mennyien szenvednek és küzdenek ezzel, és úgy gondolta, hogy segítenie kell, mert sokan vagyunk ezzel. És nagyon sok jó információ van. Tehát ha még egyszer ilyennel találkozol a környezetedben, lehet ajánlani. pornofüggőkeresztények.hu. Most viccelsz? Jó neve van. És ott találsz szoftvert, ami blokkolja a pornótartalmakat a számítógépen. Sőt, van egy olyan szoftver is, én még csak itt találtam, nem olvastam utána jobban, Covenant Eyes a neve, egy angol vagy amerikai szoftver, hanem meg a következő a lényege. Összeköt két embert ez a szoftver, tehát például, ugye házi csoportunkban, például Petihez oda megyek, és akkor mondom neki, hogy Peti, beszélnünk kell. Pornófüggő vagyok. És akkor Peti azt mondja, én is. És akkor segítsünk egymáson. Segítsünk egymáson. És akkor elmegyünk és leisszük magunkat. Vigasztaljuk egymást. Na most komolyra fordítva a szót. Tehát ez a szoftver azt tudja, én azt mondom a Petinek, hogy függő vagyok. Ha Peti azt mondja, hogy jó van, Viktor, nem baj, én attól még szeretlek, tisztelek, segítelek, segítek neked. Szuper, kösz. Akkor mit csináljunk? Letöltjük ezt a szoftvert a számítógépeinkre. Nálad is lesz, nálam is. Klassz. És mi történik? Az történik, hogy én, nálunk kedden van házi csoport, meg szerdán este 10-kor, amikor mindenki ágyban, mindenki alszik, én fölmegyek egy pornó honlapra. Ez a szoftver, ez érzékel, hogy én mire mentem föl, és azon nyomban jelez a Petinek. Klassz, mi? És ő is megnézi. Na most megint viccet félretéve. Manapság okos telefonokon már bejönnek az e-mailek, kapod őket. Tehát simán, én este 10-kor fölmegyek, megnéznek egy szexlapot, a Petinek csipog már a telefonja, jön az SMS, Viktor ezt is honlapot nézte meg. A Peti mit csinál, hogyha egy megbízható barát, már pedig az, felhív. Hé, Viktor, látom, mit csinálsz, miért csinálod? Most azonnal kikapcsolod. Hívom a feleséged. Így van. Tehát látjátok, van remény. Van kiút. Csak rajtad múlik. Csak azon az emberen múlik, aki benne van. Tehát én tudom, nincsenek kifogások. Ki lehet belőle jönni? De egyedül nem megy. Kell hozzá támogatás, kell hozzá segítség. Következő. Kérj isteni segítséget. Nyújtsd ki a kezedet, a karodat az Úr felé.
Tehát ő az, aki meg tudja változtatni az életedet. Tehát Jézus Krisztus az, akiről mondja a Szentírás, hogy ő tudta, mi lakik az emberben. Tehát ő sokkal jobban ismer téged, mint te saját magadat, mint az édesanyád. Mint bármilyen pszichológus. Krisztus sokkal jobban tudja a gyenge pontjaidat. Tudja azt, hogy hogyan tud téged kihozni onnan. Tudja azt, hogy milyen eszközöket és milyen segítséget, milyen támogatást kell adni neked ahhoz, hogy te onnan kijöjj, mert neked életet akar adni. A kedvenc bibliai igém az a János 10:10, mert ő azért jött, hogy életük legyen. Azt mondja az angol, hogy they would live their lives to the full. Hogy a maximumra éljék az életüket, hogy a teljességet kihozzák belőlük. Tehát Krisztus egy sokkal szebb, teljesebb, egészségesebb életet szán neked. És el tud vinni oda téged. De az oda kell adni az életedet neki. Ahhoz kérni kell őt nap, mint nap. Kopogtatni az ajtaján, és ki fogja nyitni az ajtót. Mielőtt befejezem, szülők. Nem lehet elég korán elkezdeni a szexuális felvilágosítást. Ahogy hallottátok, 11 éves gyerek már találkozik ilyennel. Kisiskolások már simán adnak ilyen képeket egymásnak okostelefonokon, szerintem. Beszélni kell a gyerekeinkkel. Na most nem arra gondolok, tudjátok, az a klasszikus szituáció, hogy oda mész, és akkor fiam, beszélnünk kéne. Igen, apa? Bemehetnénk esetleg a szobába? Persze, persze, jó. Várjál egy picit, csak ülj le nyugodtan. Innom kellene előtte egy kicsit. És akkor nem víz van benne, ugye? Szíverősítő. Szóval, te már majdnem egy férfi vagy. Én ugye az vagyok. Tehát, emlékszem, amikor a parkban voltunk. Múlt héten. Persze, persze, apa, emlékszem. Jó, focisztunk. Így van, azaz. Na most ott nem csak labda volt, ott voltak állatok. És akkor a kacsákra gondolsz, apa? Nem a kacsákra, a kutyák. Emlékszel? Két kutya volt. Egy lánykutya, meg egy fiúkutya. Igen, apa? És akkor, várj egy picit, iszom meg. És akkor emlékszel, mit csináltak a kutyák? Persze, apa, párosodtak. Tudod te ezt. Jó van, fiam. Na, megbeszéltük, menjél focizni, rendben van. Ki van pipálva egy életre? Ez nem így működik. Tehát amilyen támadásoknak ki vannak téve a gyerekek, rendszeresen kell beszélni velük erről a témáról a saját szintjükön. Tehát nekem már most gondolkodnom kell rajta a 3 éves kisfiamon, hogy már egy pár év múlva nekem kell kezdeni erről beszélgetni. Tehát ő már most megkérdezi, amikor megcsókolom az édesanyát, hogy most mit csináltok? És ma most lehet az ő szintjén beszélni erről. Hogy kapjon felvilágosítást, különben a honlap meg az iskola nem ad. Attól nem várhatjuk. Az internet nem fog. Tehát most kell már beszélgetni rendszeresen erről. Csak még egy, hogy egy kicsit nyomatékosabbá tegyem ezt a témát, hogyha mindig úgy gondolod, hogy ráír az még, mert nem kell azt meg, olyan kellemetlen, mert zavarba jövök, nem tudom, mit mondjak. Tudod most már, mit kell mondani, nagyjából. Majd próbálom beszélni ilyen könyveket, nem János? Ami segít nekünk. Nos, Angliát sokkolta a hír a héten. A BBC-n olvastam. Egy 10 éves kisfiúról derült ki, hogy pornófüggő. 10 éves. Tehát hány éve nézheti, ha pornófüggő 10 évesen? És tudjátok, nem is ez volt a sokkoló. A sokkoló az volt, hogy bíróságon beismerte, hogy megerőszakolt egy 8 éves lány. Szerinted? Kell vele foglalkozni? Kell beszélni róla? Persze, hogy kell. Rendszeresen és őszintén. Hogy legyen felvilágosítás. A másik, védelmezzük őket. Tehát egy igehirdetést hallottam a pornóról, egy amerikait persze. Azt mondja az igehirdető, hogyha a te kisgyereked számítógéppel és internet hozzáféréssel fel van szerelve a saját szobájába, gyakorlatilag adhatsz neki egy csőre töltött fegyvert is a fiókjába. Nagyon durva, de szerintem teljesen igaza van. Hát azt csinál, amit akar, azt néz, amit akar, meg fogja találni ezeket. Pontosabban ezek az oldalak, ezek a képek fogják megtalálni őt. És aztán te leszel bajba.
ne legyen számítógép internettel a gyerek szobájában. Vagy legyen rajta szoftver. Vagy legyen a számítógép a nappaliban, és mindenki látja, hogy mit csinál a gyerek azon az interneten. De ezt kontrollálni kell. Védelmeznünk kell a gyermekeinket, édesapák. Legyetek bátrak. Legyetek férfiak. Édesanyák. Védelmezni kell a gyerekeket. És nincs késő. Mindenkit meg lehet menteni. Ha szeretném befejezni egy történettel, és kérem a dicsőítő csapatot, hogy jöjjenek fel a színpadon mellém szolgálni. A történet a kisfiamról szól, ahogy mondtam, 3 éves. És egyik nap látom, hogy játszik matchboxokkal. Fogja a kis autókat, kis motorokat, és akkor ott brümmög velük. Brum, brum, brum. És akkor nézem, hogy milyen jó eljátszadozik. Gyönyörködöm benne. És akkor látja, hogy én nézem őt, találkozik a tekintetünk. És akkor fölállott, hagyja a kis játékait, odaszalad hozzám. Nyújtja 2 kezét, hogy azt jelenti, hogy vegyél föl, apa. És akkor fölveszem. És akkor mondom, hogy tessék. És akkor azt mondja, jövőre megyek hoviba. Mondom, igen, jövőre mész hoviba. Utána iskolába. És akkor mondom, igen, utána mész iskolába. És azt mondja, akkor nagy leszek. Hát mondom, közeledsz a felé. És akkor lesz pénzem. Na, mondom, ez már a gyanús, jön a karácsony. És mondom, mit akarsz venni a pénzeden? Azt mondja, egy igazi motort. Mondom, nem jó már ez a kis matchbox. Nem, egy igazit. Egy igazi motort. Amire felülhetek és szágulhatok vele. Hú, mondom, lesz itt még fejfájás. És akkor utána leteszem őt, visszaszalad játszani matchboxokkal. Én nézem, látom azt a reményt, ami csillogott a szemébe, hogy egyszer lesz egy igazi motorom. Ami az enyém lesz, amire felülhetek, ami úgy brümmög, mint a szomszéd nagyfiú motorja. És száguldok vele. És ezzel a reménnyel játszott tovább a kis műanyag motorjával. Brüm, brüm, brüm. Tudjátok, egy pornófüggő hasonlít ahhoz, a kisfiúhoz, aki gyerekkorában álmodott arról, hogy egyszer lesz majd egy igazi társam. Egy szerelmem, akit szeretek, akiért mindent megteszek, akinek igazi férje leszek, igazi édesapa leszek. És felnő, és ott a lehetőség, hogy igazi fér legyen, hogy igazi nővel, és ahelyett a kis játékmotort választja. És nem az igazi kapcsolatot, nem a társat, nem az életet, hanem felnőtt férfiként inkább brümmög tovább a kis játékmotorokkal. Krisztus sokkal szebb, nemesebb és jobb életet készít mindannyiunknak. Ő nem akarja azt, hogy ilyen silány, selejt életet éljünk. Hogy felnőttként egy gyerekes, infantilis dolgokkal foglalkozzunk. Azt akarja, hogy igazi életet éljél. Azt, hogy ezt a potenciált benned, azt kibontakoztasd az ő segítségével. Mert tudja, hogy ki tudod. Neki egy olyan célja van az életed előtt, amire mindig is vágytál. És most már nem csak a pornóról beszélek, hanem minden függőségről, minden olyan infantilis dologról az életedbe, ami elkapott, ami az ujjak köré csavart, ami már téged irányít, és ettől meg akarsz szabadulni. Meg tudsz szabadulni Krisztussal. Nőj fel, élj felelősen, van előtted remény, és támogatunk mi is. Azt mondja a Biblia, folytatom azt a részt, amit az elején olvastam a római levélből, a bűnről, a függőségről. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, mondja Pál, akkor nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn, a függőség. Ugye ő az én uram és mesterem már. És azt mondja Pál, hogy a tagjaimban lévő bűn törvényének rabjává tesz. Rabszolga leszel.
És azt mondja Pál, hogy én nyomorult. Tehát szenved ebbe az állapotba. Nyomorultnak tekinti magát, meg akar szabadulni ettől. És nem tudja, hogy hogyan. Azt mondja, kivált meg e halálra szánt testtől. Hogyan tudok megszabadulni ebből? És aztán Pál megadja a választ. Hála az Istennek, Urunk fog megváltani. Jézus Krisztus által. Jézus az, aki téged meg tud váltani. Jézus az, aki kiszabadít a függőségből. Most szeretném, hogyha fölállnánk és elmondanánk a megtérő imáját. Szeretném, hogyha Krisztushoz fordulnánk, és tőle akarnánk egy teljes életet. Tőle akarnánk szabadságot. Tőle akarnánk nemes célokat, hogy az álmainkat meg tudjuk valósítani, mire a gyerekkorunkban vágyakoztunk, de elsodródtunk tőlük. És nem tudjuk, hogy hogyan folytassuk, hogyan szabaduljunk meg tőle. Forduljunk Krisztushoz, mert ő a reményünk, aki meg tudja változtatni az életünket. Imádkozzátok utána. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki megnézte a beszédet a honlapunkon, vagy a YouTube-on. És hogyha megérintett Isten szeretete, vagy igazsága a beszéd által, akkor szeretném, hogyha még egy lépést tennél Isten felé. Ugyanis azt mondja a Szentírás, hogy aki Istenhez közeledik, az Isten is közeledik. Ezért szeretném, hogy elmondanátok a megtérő imáját, és hagyjátok, hogy Isten megváltoztassa az életeteket. Csak mondjátok utánam a következő mondatokat, és higgyétek, hogy Isten meghallja azt. Köszönöm Istenem, hogy létezel, köszönöm, hogy szeretsz engem. Hiszem, hogy a láthatatlan Istenben Jézus Krisztus által látható lettél. Köszönöm, megbocsájtottad a bűneimet. Köszönöm Jézusom, hogy meghaltál értük a keresztfán, és ezáltal örök életet nyertem. Kérlek, segíts, hogy Mesterem és Uram legyél, és veled éljek. Amen. Gratulálok mindenkinek, aki elmondta, életed legjobb döntését hoztad. Amen.